Tehát mindenképpen érdemes mondani, ez egy elektromos fűtés. És elektromos fűtések között is az infra egy jóval kisebb energia szükséglete van, mert más a hatékonysága. Azt tettük észre, hogy az ügyfeleink nagyon sok esetben napelemmel együtt tervezik a fűtésrendszerüknek megvalósítását. Tehát eleve azt nézem, hogy mennyivel olcsóbb a beruházás egy infrafűtésnek, vagy egy gázos, vagy egy hőszivattyús fűtésnek, marad annyi pénz az ügyfélnek, hogy abból egy kész napelemrendszert meg tud vásárolni. És innentől kezdve onnan ingyen van a fűtése. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy zöld energiát, hogy tudjuk használni a fűtésrendszerünkhöz. Nagyon sok viszont eladónk van, akik napelemmel foglalkoznak, és vannak pár, akivel szorosabb az együttműködés.